Sziasztok! Itt a Sport TV Darts Kupa, melyben 8 közéleti szereplő, sportoló méri össze tudását a darts világbajnoksággal párhuzamosan. A küzdelem 3 nyert legig tart, minden leg 501 pontról indul. A cél a lehető leggyorsabban leírni a nullára. A torna a negyed döntőkkel kezdődik, tehát nincs hibázási lehetőség. Aki veszít, kiesik. Minden részt a Sport TV YouTube csatornáján és a Sport TV élő közvetítésein keresztül tudtok nyomon követni december 17-től. Kövesd a teljes adásokat YouTube csatornánkon, a legjobb pillanatokat pedig a Sport TV-n. A műsor házigazdája Petúr András. Sziasztok, ez a Sport TV Darts kupájának negyed döntője, amelyben két Patrik áll majd a tábla elé. Itt van velünk az ifjúsági olimpiai bajnok, párbaj törvívó, aki civil életében is nyer sportos eseményt, mert hogy az exatlonban villantott egy nagyot már a vívó pályafutása után, Esszergályos Patrik, az ellenfele pedig a magyar férfi kézilabda válogatott, valamint a Telekom Veszprém játékosa, Ligetvári Patrik. Sziasztok, Patrikok! Tudjátok, mi az érdekes? Hogy mindenkinek a saját sportágából bőven van mit átmenteni a dartsba, mert hogy egy párbajtővívó ugye nagyon nagy mestere annak, hogy egy távoli helyre hogy kell nagyon pontosan betalálni. Mondjuk az a bibi, hogy ugye nem tud végigfogni a nyilat. Nem tudom végigvezetni. Nem tud végigvezetni. Szóval ezzel van a probléma. Oké, de ez a precízió, ez megmaradt így is, hogy már ha jól tudom, akkor a párbajtővívás egy csöpnyit elkerült az életed egy oldalsó szakaszába? Próbáltam valahogy behozni, hogy mit tudom, én visszatartom a levegőmet, és akkor hát a pontosabb leszek a dartsnál, de hát ilyen esély nincs. Miért kéne visszatartanod a levegődet? Hát, miért hát a vívásnál a... levegővétel nélkül szúrtál? Hát nem, mert hogyha nem vettem volna a levegőt, akkor szerintem egy ilyen fél másodpercig nem bírtam. Nem csak, hogy itt hát a pontosabb leszek attól, mert mindent bevetettem. És ami E. Patriknál ugye a pontos célzás, az L. Patriknál a nyers erő. Hát nem tudom, mivel kéne téged jellemezni egyébként a kézilabda pályán, de én mondjuk nem lennék tábla akkor, hogyha a te kezedben van a nyíl. Mivel készülsz? Erővel, vagy valami mással is? Nem, inkább próbálom azt a kis finomságot belevinni, amit általában a lövéseim még szoktam használni, kevesebb erősséggel. Persze szoktam. Én ezt nem is láttam. Komolyan, te szoktál finomkodni a persze, pályán? Persze, néha. Tényleg próbálom ezt kicsit vékonyan jól megcsinálni. Nem úgy, ahogy általában szoktam. De figyelme, amiket most csinálsz, ezek konkrétan azok a mozdulatok a kézilabda pályáról, ahol így jár a csuklód, így magyarázod a dartsot, ez megvan? Persze. Jó, neked egyébként, ha odaállsz bármilyen versenyhez, lehet társasjáték, lehet a Paris Saint-Germain, a kézilabda pályán, elmegy az agyad? Nem tudok higgadtan gondolkodni, nyilván ez a sporthoz hozzá tartozik. Igaz, néha elgurul az agyam, és akkor tényleg jobb, ha inkább pihenek, de általában próbálok mindig higgadt maradni, és ez évről évre egyre jobb szerintem. Fejlődsz a dartsban is? Szerintem igen, egyre jobban fejlődök, próbálok türelmesebb maradni, pontosabb, és tudok fejlődni. Milyen nyílkészleted van? A márkajelzést inkább nem mondanám, csak annyit, hogy gazdaságos. A árkategória olyan 1200-1300 forint között mozog, de abban is tudok jókat dobálni. Ki a kedvenced? Nekem a Price a kedvencem. Miért? Meg a Gary Anderson. De miért csak ezért? Nem, szeretem a Garyt is, meg a Price-t is. Nézel dartsot? Nagyon ritkán szoktam nézni, és van is egy favoritom, most erre rákérdeztél. Michael van Gerwen talán? Létezik egy ilyen pacik. Valami hasonló kopasz. Hasonló kopasz, mint a Patrik. Igen. Gyerekek, szívesen megnéztünk volna egyébként egy Gervin Price, Michael van Gerwen meccset is, de most pont nem tudtak eljönni a Sport TV darts kupájára, úgyhogy ennek fényében jön a két Patrik negyeddöntője. Köszöntöm a kedves nézőket! Lássuk is a két Patrik közti első összecsapást. 60. Egy biztos kézzel dobott 60-as kezdés Ligetvári Patriktól.
51. Melyre rögtön érkezik egy 51-es válasz Esztergályos Patriktól. Körülbelül ilyen átlaggal tömegelt mindkét versenyző az első legben, persze volt néhány komolyabb értékű dobás. Hát de rögök, még egy legalább véletlenül dobjatok valami nagyot. Jó, tessék! 56. Ó, egy 140! Mit csináltál? Bedobta a bal felsőt. Nem is akarsz gratulálni? Ne várjál már most. Nézd oda. Tessék, jobban dob szintén. 22. Csak úgy mondom, a filterről egy fejjel kisebb nálad is. Aztán mégis... Nem a magasság számít. Ja, hoppá, 98. Nem úgy kell, hogy a tízes dobod meg kétszer. Nem ez volt a cél. A műalkotásnak nagyon szép volt, hogy megtöltötted a tízes karikáját. Majd elérkeztünk a kiszállókhoz. Nézzük, hogy vették ezt az akadályt a versenyzők. Jóvá, matek! Kettes is a búl. Igen. Bajtársad, közlé vala, hogy kettes és búl. Dupla 16-ot nézem meg, ott van. Ő is téged. Majd. Ez is tényleg a kettes és a búl. Nem, a kettes és a búl. Ó, majdnem. Milyen jó indulat. 34 volt a dobás. Patrik megint 20-ra. Vonz téged az a 10-es szám. Micsoda? És megdobja a dupla tizet, ezzel megvan az első leg. Ez szép. 1-0-ra. Hány éves volt, megkérdeztetem? Hát persze, még számolja a gép. Gyerünk, következő. Az első leget tehát Ligetvári Patrik nyerte, innen következett a folytatás Ligetvári menetelésével. 52. Na, már is jól haladunk. Ó, 122. Liget, te emlékszel, mikor dobta először 180? Nem dobtam soha. De milyen jó fej vagyok, hogy feltételeztem, nem? Ez 95. Úgy nézgett, mint egy rendes sportoló lennél. Kellene a triplák. Nem jönnek. Szoktál tévét nézni, nem? A fejben megvan amúgy. Hát tud, mindig ezt, nem, ezt hányszor mondjátok el egy közvetítésre, hogy kellenek a triplák? Sokszor. De inkább úgy szoktuk, hogy hány tripla kell. Mondanák, Patrik, mert kell a gól. Kell a gól. 43. Na. Maradék. Sok opciód nincs. A legrosszabb. Ennyi, köszi. Ezt nem tudjuk megadni. Ez a legrosszabb. De miért? Hát már nem kell kerekíteni, semmit nem kell csinálni. Nem kell már számolnod. Igen. 58. Tök jó. Nem fogod elszámolni, mint mondjuk a GOG ellen a védekezést. És meg is van a harmadik nyílal a dupla, 1-2-0. Nyilatcseréleket, ezt nem lehet. Ez a lendület ugyan kicsit alább hagyott a kiszállóknál, de így is maga biztosan behúzta ezt a leget is Ligetvári. Ezzel már 2-0 az állás. Liget 2-0-ról. A második leghez képest kicsit visszafogottabb átlagokkal indult a harmadik leg mindkét versenyző részéről, miközben a szereplők érdekes kérdéseket vitattak meg, illetve Esztergályos Patrik több dobási technikát is kipróbálta jobb eredmény reményében. Életveszély. Na, úgyis mindig kérdezik, hogy a nincs itt egy orvos? Bírót nem szokták eltalálni. Messzebb volt az, amit le kellett dobni, tudod, az zavar, hogy közel. Túl közel van a tábla? Igen. Nem tudom, messzebb lehet állni egyébként? Nem, a vonalnál kell, hogy legyen a láb. Tőlem nem mehetsz hídba is dobás. ez a vonal, ez valamiért itt van, most kipróbáljuk ezt hátha. Kipróbálsz ez az 5 centi, ez valami. Most én most mondom, ezen volt. Most vége. Az első. És tényleg, oda néz. Mi a terv? 81. Most dobok egy tripla 20-at, egy egyest. Ilyen. És? Ilyen. Az egyes megvan belőle. Tudom, megnézem, jobb kézzel hát hozzá jobban fogunk. Mit csináltál utoljára jobb kézzel? Reggel fogad most. Elég komoly esélyed van. Összejött. 5 pont.
Az előbbi csajnál. 20 pontot van, dupla 10-re dobjál. Dupla 10? Dupla. Az az egyes. Bocs. Igen. Ott lenn. Jó, újra álljunk meg, álljunk meg. Kicsúszott, kicsúszott, nem. A kiszállókhoz érve fej-fej mellett dobott a két versenyző, bármelyikük megnyerhette a leget ezen a ponton. Lent az olyan 19 és 16-os. 16 között. Fél után 8 perccel. Ez egy nagyobb óra. 3 órával később. Ja, pont ezt akarod. Vágás. A filmes ménád. Ez így van, igen. Csak optimista vagy, én azt akartam mondani, hogy másnap. És megvan az utolsó. Másnap helyett most azonnal. Köszi szépen. 13-0-ra. Szép volt. Ligetvári Patrik nyert. Köszi szépen. Ezzel tehát Ligetvári Patrik jutott a legjobb négybe egy sima 3-0-ás győzelemmel. Ellenfele a Barta Császár párosítás győztese lesz majd az elődöntőben. Elődöntőbe jutott tehát Ligetvári Patrik. Nagy örömmel látom, hogy végre nyertél valamit sportolói pályafutásod alatt. Hát ez nagyon szuper. Hol ezen túl már tudod be tudod rakni, hogy Ligetvári Patrik nem csak a Veszprém és a válogatott játékos, a egyszeres elődöntős. Egyszeres elődöntős, igen, ez nagyon jó. Amúgy meg nem igaz, hogy téged nem spanol a versenyhelyzet, mert ugye nem tévedek, hogy életed legjobbját most dobtad meg? Igen, most dobtam meg pont a mai napon, szóval nagyon boldog vagyok. Remélem, hogy ezen tudok javítani, és a 180 is jönni fog, amit még soha életemben nem dobtam meg. Patrik, nagyon rossz hírem van. Kiestél, de itt semmilyen tengerparti nyaralás nem vár a folytatásban. Ez nem az exatlon. Itt most haza kell menni a téli utcákon, meg majd morfondírozhatsz, hogy mi ment ilyen csúnyán félre. Akkor inkább haza sem megyek. Itt azért mégiscsak jobb, meleg van, kapunk egy kis kaját. Tehát hogy azért itt jobban el vagyok. Örülök, hogy Patriknak a győzelmében egy picit részt vehettem, tehát ebben az elsőben legalábbis. Ezt én már elmondhatom egyébként, úgyhogy jó szájízzel megyek haza. Melyik volt a legreménytelenebb váltási kísérleted? Ugye mindent megpróbáltál, másik kézbe fogod, váratsz minket, szuszogsz, máshova teszed a lábad. Én csupán háttal nem álltam még a táblának végül is. Mindent megpróbáltam már, tényleg nem tudom, melyik kártyát húzzam ki, tehát még a 19-re is ugye ráhúztam, de egyszerűen nem, Patrikkal nem lehetett bírni. Darts pályafutásod itt véget ért? Azt gondolom, hogy egy időre igen, most eltűnök, tehát most kicsit háttérbe vonulok, összekapom magam valamilyen szinten, vagy úton módon, és nagyobb elánnal fogok visszatérni. Hát Patrikkal ezt majd még szerintem visszavágott szeretnék kérni mindenképpen. Ezt nem hagyhatom, de mondom, majd valamelyik győzelmetek után nyilván, ami már az az official kézilabda szinten győzelem lesz, akkor majd egy vendéglátó egységben majd akkor ezt lejátszok szerintem. Ott lehet, hogy jobban fog menni egyébként, tehát valamit hiányoltam, ami miatt szerintem nem ment ez a mai. De ez csak valami nagy ez csak egy persze, egy célzó víz, így van. Liget, azt kívánom neked, hogy sikeres negyed döntőd a Sport TV kamerái előtt ne csak nyillal a kézben legyenek, de nem akarok nagyon előre rohanni, ez még a tavasz feladata. Sok sikert neked a folytatásra. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt a negyed döntőnk a két Patrikkal. És jövünk majd legközelebb is a Sport TV Darts kupával. Nézzetek minket!